A szolnoki királyi ügyészségre egymás után érkeztek a névtelen levelek. Az első 1929. áprilisában, aztán nem sokkal később még kettőt hozott a postás. Mindegyikben azt írták, több nagyrévi asszony méreggel gyilkol. A csendőrség nyomozni kezdett, meg is találták a levél íróját, aki nem tudta bizonyítani az állítását, és a csendőrök sem találtak semmilyen bizonyítékot. Terjedni kezdett viszont a pletyka, és a helyi újságok is megírták, hogy a környéken tömeges mérgezésekről beszélnek az emberek. Nem csak Nagyrévén, hanem több szomszédos faluban is erről beszéltek. Tiszakürtön például két asszony is azt állította, hogy egy falubéli nő, Szabó Lászlóné mérgezte meg az apját. Megint csak nem találtak semmi bizonyítékot, sőt becsület sértésért pert indított az a két asszony, akit megvádolt a névtelen levélírója. Ekkor egy újabb levél érkezett, immár a tiszakürti rendőrségre, abban azt állították, hogy nem csak Szabóné gyilkolt, hanem Madarász József és felesége is megölte a férfi édesapját, akit 1925-ben temettek el. A csendőrség ezután a levél után is azonnal nyomozni kezdett, meg is találták a levél íróját, Bíró Mátyásnét, aki vallomásában azt állította, hogy saját fülével hallotta Madarásznétól, hogy a Szabó házaspár tanácsát követve ők is végeztek a ház urával, az apósával, mert folyton részeg volt és zsarnokoskodott. Attól is tartottak, hogy azt a kevéske kis vagyonukat is elissza, ami volt. A levél írója, Bíró Mátyásné, azt is állította, hogy beszélgetett Szabójékkal is, akik elárulták neki, hogy a mérget a tiszakürti bábától vették, aki a nagyrévi bábától, Fazekas Gyulánétól szerezte. Még aznap letartóztatták mindkét házaspárt, Szabójékat és Madarászékat. Ők be is vallották, hogy mit tettek. A cibakházi rendőrösre viszont újabb levél érkezett. A szolnoki királyi ügyészség is kapott egyet. Aztán kaptak még egyet. És megint egy újabbat. Mindkét hatóságra folyamatosan érkeztek a névtelen levelek, amelyek gyilkosokról és áldozataikról szóltak, úgyhogy ismét útra keltek a csendőrök, hogy kiderítsék, mi történik a Tisza és a hármas körös közötti területen, amelyet a köznyelv Tiszazugnak nevez. Ekkoriban a szomszédos város folyópartján kisodródott egy holttest, amelyet megvizsgált egy orvostanhallgató. Döbbenten konstatálta a test magas arzéntartalmát, így további nyomozások kezdődtek. A csendőrök megtalálták a tiszakürti és a nagyrévi bábát is, de az utóbbit, a nagyrévi Fazekas Gyulánét később hazaengedték, mert nem volt ellene bizonyíték. Fazekas Gyuláné 1861. május 20-án született Nagyrével. 1893-tól volt a település bábája. Kezdetben csak a szülések mellett tevékenykedett, de 1900 körül már gyógyítással is foglalkozott. 1911-ben kiderült, hogy illegális abortuszokat végez, bár eljárás is indult ellene, az ügyvédje minden alkalommal elérte, hogy felmentsék az asszonyt a vádak alól. A korabeli magyar társadalomban még szokás volt, hogy a fiatal lányok férjét a család választotta ki. A szülők a döntésüket a lányaikra erőltették, nekik pedig mindenképpen el kellett fogadniuk az így választott jövendőbeliüket. Válni sem lehetett, ugyanis a válás nem volt elfogadott abban az időben, kivéve ha a férj erőszakos vagy alkoholista volt. Az első világháború idején a férfiakat harcolni vitték, Nagyrévre viszont hadifoglyokat vittek, akik többé-kevésbé szabadon járhattak a faluban. A településen élő, egyedül maradt asszonyok közül többen szeretőt tarthattak, amíg a férjük harcolt. Aztán, amikor a férjek visszatértek, a nők élete ott folytatódott, ahol a háború előtt abba maradt. Többnyire boldogtalanul. Ebben az időben kezdte a bába titokban meggyőzni a falubeli asszonyokat, akik szabadulni akartak nehéz helyzetükből, hogy mérgezzék meg férjüket. Ehhez használjanak arzént, melyet az akkoriban megjelent légyfogó papírok kiáztatásával szereztek.
A bába különös módon jött rá, hogyan tudja kivonni a mérget a légypapírból. Móricz Zsigmond a Nyugat hasábjai megjelenő tiszazugi méregkeverők című cikkében így írja le az esetet. Történt egyszer, hogy a bába egy beteg ágya szélén ült. Mivel idegesítették a körülötte szálló legyek, légypapírt kért a beteg hozzátartozóitól, amit viszont nem talált elég hatásosnak, ezért vizet öntött rá. Mivel ez nem vált, beteje próbálkozott. Észrevette, hogy a házba lakó cica belefetyeli a legyekkel teli arzéles tejet. A bábának feltűnt a kismacska halála. Hazament, s a szobában a tányérról kiöntötte a legyeket a ház előtt. Egy kis csirke odajött, megette a legyeket. Megette a kis tarka csirke, s nem sokára elkezdett szédelegni. Ezután megdöglött. Ez már szeget ütött a bába fejébe, leöntötte a tányérokról a légyvizet, s beleöntötte a kiskutya szájába. A kiskutya is megdöglött tőle. Hisz ez nagyszerű, mondta a boszorkány, ez jó, ez kell. Csinált ilyen légyvizet, visszament a beteghez, beadta neki, az is megdöglött. A család megsiratta, meggyászolt, és örültek, hogy a jóisten így segített rajtuk. Most már a bába egy zseniális találmány birtokában élet-halál urának érezte magát. Sok-sok évig, talán évtizedekig őrizte a titkát, még egyszer csak alkalma volt hasznát venni. Vége lett a háborúnak, hazajött egy vak katona. A felesége gyűlölettel fogadta, mert már más szeretett. S megmaradt az ura házsártos rossz természete. Azt mondja a bába, mit killódsz vele? Beadták a borban az orvosságot, az ember gyomorbajt kapott, orvos hivattak, az megvizsgálta, orvosságot rendelt. Megcsináltatták. Éjszakára a bába mézes pálinkát csinált, hogy jobban aludjon, belekeverték az arzént, reggelre a beteg kész volt. Olvasható a Nyugat 1930. évi 3. számában. A kezdeti férgyilkosságok után néhányan a saját családtagjaikat, rokonaikat is megmérgezték, mivel azok teherré váltak számukra. Vagy betegek lettek, vagy a fronton szereztek olyan sérüléseket, hogy életük végig ápolni kellett volna őket. De olyan is előfordult, hogy az örökséget akarták megszerezni. A szegénység nagy volt akkoriban, a föld hatalmas vagyonnak számított. De nem csak a férjeket és családtagokat, hanem csalva szeretőket is öltek az asszonyok. Később gyerekeket is gyilkoltak, súlyos betegségben szenvedő csecsemők és kisgyerekek estek az asszonyok áldozatául. A mérgezés nem csak nagy réven terjedt el, hanem más tiszazugi faluban is, Tiszakürtön, Ókécskén, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban, Mesterszálláson és Öcsödön. De olyan nagymértékű gyilkolás, mint Nagyréven sehol nem volt. Ezért Nagyrévet a halálfalujának is emlegették. A napilapok is sorra írtak a mérgezésekről, a 8 órai újság 1929. augusztus 30-ai cikkében ez olvasható. Rettenetes az, ami a tiszazugi falvakról eddig is kiderült, ahol a faluk útján állt errefelé élő asszonyok nem arról beszéltek, hogy mennyi tejet is ad a szomszédék tehene, hogy mennyit kért el a szolnoki varga, a pista meg a julis cipő foltozásáért. Nem, a nagyrévi faluk kútjánál másról folyt a szó, esztendőkünk keresztül. Arról, hogy miképpen kell vízben áztatni a légypapírost, hogy méreggé változzék a kút vize, macskán vagy csirke jobb-e kipróbálni a mérget, kávéval vagy kaláccsal kell-e megetetni a gazdát, a férjet, a magával tehetetlen öreg embert. Nyíltan dicsekedtek a magzatelhajtásokkal, pusztított a méreg, s maguk között titokban újabb és újabb gyilkos terveket főztek ki a tiszazugi asszonyok. Tébolyodott, bűnös agyvelők mondtak ki halálos ítéleteket élőkre, s nekivadult cinizmusukban az áldozatokkal együtt temették el a koporsókban az arzénes üvegeket is. Felbomlott a lelkekben minden. Isten tagadó, emberülő vadállatok uralkodtak a falvakban. A mérget tehát a bába asszonytól szerezték. Későbbi kutatások azonban azt állapították meg, hogy az arzén terjesztésében más nőknek is részük volt. Éjjel a kötény alatt vitték haza a méreggel teli kis üvegcséket.
És hogy miért nem derültek ki hamarabb a gyilkosságok? Miért ölhettek az asszonyok évekig? Azért, mert a nagyrévi bába asszony unoka testvére végezte a halotti bizonyítványok kitöltését. Emiatt maradhattak észrevétlenül és felderíthetetlenül a gyilkosságok. Mivel a bába asszony évtizedekig tevékenykedett a faluban, bíztak benne. Sosem derült ki, hogy hány asszonynak adott a légyvízből, de az biztos, hogy nagyon kelendő volt a méreg. A nagyrévi asszonyok, amint meghallották, hogy nyomozás indult, négyen azonnal öngyilkosok lettek. Köztük a nagyrévi bába asszony is. Az egyik asszony így vallott Mátai Mónika tanulmány kötetében. Aztán, amikor úgy volt, hogy mennek Zsuzsi néniért, mint meg rohantunk a csendőrök után. Elfordultak a sarkon, de Zsuzsi néni leste őket. És akkor a kútnál volt elkészítve a méreg neki, úgyhogy olyan erős méreg volt, hogy mire odaértek, ott volt meghalva a kútnál. Aztán nem tudták elvinni, csak a temetőbe. A csendőrség az egész nyarat nagy réven töltötte. Először 12 asszonyt hallgattak ki. A kihallgatások után megkezdődtek az exhumálások, az egész falu felbojdult, mindenki látni akarta, amint kiássák a holttesteket. Amíg a maradványokat boncmesterek vizsgálták, a halottak vérét Budapestre küldték. A vizsgálatok során megállapították, hogy az áldozatok nagyon sok mérget kaptak. 12 tárgyalást tartottak 1929 és 1931 között. A hatóságok külön tárgyalták az ügyeket, hogy kerüljék a feltűnést, és ne legyen még nagyobb sajtó visszhangja a dolognak. Végül 28 embert állítottak bíróság elé, 26 nőt és 2 férfit. Összesen 162 gyilkosságot bizonyítottak rájuk. Ezek azok az esetek voltak, amelyeknél az áldozatokból még ki tudták mutatni az arzént. De egyes becslések szerint akár 300 embert is megölhettek az asszonyok. A tiszazugi arzénes asszonyok peréről még Móricz Zsigmond is cikkezett, amelyet a Nyugat című lap 1930. évi 3. számában is megjelent. Móricz a következő képpen fogalmazott írásában: a szolnoki törvényszék nagy tárgyalási terme zsúfolva. A bírói asztal előtt idős asszony áll. Falusi asszony fekete ruhában, jómódúan, nagyon ízlésesen öltözve, két kezét összeteszi, mint a templomban az úrasztala előtt. Első pillantásra egy kedves nagyanya, akivel olyan kellemes otthon a maga környezetében találkozni, és aki találó és talpra esett szívességgel szokta az idegent fogadni. A bíróság háttal ül az ablakoknak, s a homályos téli nap alig világítja meg a termet, ahol pár száz ember szorong a padokban, és szorongva várja a szavakat. A bíróságtól balra a régi esküdtszék két hosszú padjában vagy 20 újságíró, fényképész, rajzoló. A világ szeme. Ez az asszony azzal a váddal áll a bírák előtt, hogy légypapírból kifőzött méreggel megölte 9 évvel ezelőtt az édesanyját, pár év múlva férjét, aztán az ágyasát. Az ítélet megállapításában, mármint abban, hogy a legfőbb bűnösnek a nagyrévi bába asszonyt, fazekasnét jelölték meg, nyilvánvalóan az is közrejátszott, hogy ő már a büntető eljárás elején, 1929. júliusában öngyilkos lett, ezért a többi érintettnek az volt az érdeke, hogy minél több kérdésben a halála miatt már nem büntethető asszonyra valljon. Hatan kaptak halálos ítéletet, 3 asszonyt felakasztottak, 1-et felmentettek, 2 asszony büntetését pedig életfogytiglanra változtatták. 8 embernek élete végéig börtönben kellett maradnia, a többiek 5-10 év börtönbüntetést kaptak. Valószínűleg több ember gyilkolt, de nem volt elég bizonyíték ellenük, ezért nem tudtak vádat emelni a feltételezett gyilkosok ellen.